Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Béka utcai híd átadásán. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert, a város országgyűlési képviselőjét. Hát nem tudom, hogy hányan vannak itt a 80-as évekből. Én is itt laktam ebbe a házba a 25-be. Kettő embert már látok, aki akkor is itt volt. És akkor úgy nézett ki a tornapataknak ez a környéke, hogy a lakók maguk építettek egy kicsi hidat, ami bádokból készült. Úgy emlékszem, hogy egy hordót feszítettünk szét, és annak az anyagát terítettük rá a cölöpökre. Az volt az első híd a Béke utcának a környékén, és ezen a másik oldalon, ahol most önök állnak, itt nem voltak még ezek a házak, ez az üveggyári kolóniának volt a területe, kis egyszintes épületek helyezkedtek itt el. A város egyébként már akkor tervezte a Béke utcai hídnak az építését, de hát elfogyott a pénz, nem volt rá pénz, és ez a Béke utca 3-as ütem keretéből kimaradt, úgyhogy több mint 40 évet kellett várni, hogy végül is ez a híd megépüljön. Maga a híd vasbeton szerkezetű, 13 méter széles és 8 méter szabad nyílású szerkezetből áll, és akadálymentesítve van, kerékpárút és gyalogos forgalom egyaránt lehetséges rajta. Hát ha valaki így ránéz a hídra, tetszetős, jól néz ki. A hidat Sturc Mihály tervezőmérnök tervezte, és a kivitelező pedig a Kútház Kft. Volt. Itt áll mellettem az igazgatója, Bella Tamás. Köszönjük, Tamás, a hidat jó minőségben, jó időben és jó kivitelezési gyakorlattal valósítottátok meg. Maga a hídnak a költsége az 176 millió forint volt, és ennek az előteremtésében, a megvalósításában, hogy hozzájutottunk ehhez a pénzhez, ebben Navracsics Tibor miniszter úrnak oroszlán része van. A TOP pályázat keretében valósítottuk ezt meg, tehát Európai Uniós forrásból. Megkérem miniszter urat, adja hát a hidat rendeltetésének. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nincs kellemesebb kötelezettsége egy politikusnak, egy országgyűlési képviselőnek, mint amikor olyan rendezvényen kell részt vennie, ahol az általa képviselt körzet egyik vagy másik települése valamivel ismét gyarapodik. Különösen így van ez, amikor a választókerület legnagyobb városáról van szó, Ajkáról, és szerencsére azt is mondhatom, hogy polgármester úrnak és a képviselőtestületnek köszönhetően az utóbbi időben elég gyakran kell jönnöm ide Ajkára azért, hogy valamilyen új létesítményt adjunk át, vagy éppen régi létesítményt helyezzünk ismét régi fényében, munkába és funkciójába, mint ahogyan tettük azt a kriptonház esetén pár évvel ezelőtt. Itt ez a híd is jó példája annak, hogy az Európai Uniós forrásokat jól és értelmes célokra hasznosítjuk, és összességében ez nem csak a helyi közösségnek, nem csak az ajkaiaknak válik hasznára, hanem az egész Európai Uniónak, hiszen ezáltal az egész Európai Unió is erősödik. Különösen úgy, hogy nem egy elszigetelt beruházásról van szó, hiszen reményeink szerint az, amin most már évek óta dolgozunk polgármester úrral, hogy a tornapatak rehabilitációja, újraalakítása és ez az egész térség itt a tornapatak medre völgye le a belvárosban ismét olyan legyen, amilyen régen volt, és biztonságos, a belvároshoz méltó környezetben újuljon meg. Reményeink szerint ezzel a híddal most már valóban fordulópontot vesz, és az elkövetkező időszakban egymás után adhatjuk majd át azokat az új beruházásokat és új létesítményeket, amelyek a tornapataknak visszaadják a természetes közegét, az ajkaiak számára pedig egy szép, hangulatos és természetközeli belvárost teremtenek. Úgyhogy
Most, amikor átadom ezt a hidat, akkor nem búcsúzunk, hanem úgy beszélünk, hogy viszontlátásra, hiszen reményeink szerint tavasszal még további hidakat, további létesítményeket adhatunk át, és Ajka is a maga módján folytatja az útját a gyarapodáson, és az ajkai közösség is egyre boldogabb és egyre gazdagabb lesz. Úgyhogy használják egészséggel, balesetmentesen, és abban bízom, hogy mindenki megelégedésére fog szolgálni ez a híd. Köszönöm szépen a figyelmüket! Igen. Kisebb.